azok annál vadabb gyerekek, nem állnak meg soknál. Ráadásul a napra nem is lehet fölvinni egy ilyen konkrét kifejezést, amit fókoszták, mert akkor már nem marad primitív felmegyett emberat, amikor elkezdünk részletekbe belemenni, és akkor már katodrászkodás lesz, hogy állnak a dolgokból. Nagyon nagy különbség van egyébként a maszkos az állat között. Állat a bárkinek lehet, amikor egyszerűen fogja magát és eltűnik valami mögött és alakoskodik. Maszkot hordani csak olyan tud, csak olyannak van maszkja, aki kultikus tárcsot kezel. Van valamiféle hit mögötte, valamiféle eszmei tartalom, amit ráadásul a körülötte lévő társaság is elfogad és tisztelt. Maszkot hordani azért az egy komoly kiváltság volt. És nem is volt ilyen 400 maszkos alakoskodó. Az igazi szép busók, az eredeti busók, azok tulajdonképpen nem más, mint a közösségnek a nőtagjai. Férfi ruhába öltöztek, eltakarták az arcukat vászonnal. A férfiak nőnek öltöztek, és persze ők is eltakarták az arcukat, és így vigadoztak. És csak egy-két ilyen famaszkos alak volt a csoporthoz, mert ezek a famaszkos alakok, de tulajdonképpen egy ember feletti erővel megáldott, kiválasztott lényként működtek, funkcionáltak. És a legfontosabb a titok volt, hogy soha senki ne tudja, hogy ki volt a maszk mögött. Mert hogy ezek mögött a maszkok mögött teljes szabadság volt, 3 napig minden szabad, szó szerint értendően, akár férfival, akár nővel, és nem véletlenül mondtam, hogy nem biztos, hogy a csókosztálynál megálltak. Nem az volt a cél. Nem folytatod? Biztos? Az az igazság egyébként, hogy az egyik legnehezebb feladata az, hogy az ember úgy faragjon, hogy nincs semmi célja hozzá.